valóban nagyon kedves fogadtatás volt, az edző kollégákkal találkoztam, akik a női klubban dolgoznak, nagyon jó baráti estét töltöttünk el együtt. Utána másnap volt a csapattal egy ismerkedés, és azóta valóban az elmúlt két hét a munkáról szólt. Igyekeztem felépíteni az edzést oly módon, hogy a fizikai erőnléti munkából megtaláljuk azokat a kitörési pontokat, ami a taktikának a megjelenítésében megjelenik, tehát hogy képesek legyünk a repertoárunkat kialakítani. Kicsit kevesen vagyunk, az az igazság egy picit, és ráadásul ugye az Ájnikinek a sérülése azért az rosszul jött a csapatnak, de dolgoznak a lányokkal, csak a legjobbat tudom mondani a körülményekről is, azt gondolom, hogy egy edző ilyen körülményeket szeretne, és azt hiszem, hogy az, ahogy itt a lányokkal kialakult az a munkakapcsolat, ez így marad, akkor azt gondolom, hogy mind a ők is, meg én is tudok belőle profitálni. 25%-ánál vagyunk, ugye az első két hét ment el, ugye 8. hétvégén jön az első bajnoki meccs. Hát bizonyos posztokon látom, hogy kik azok, akik kulcsemberek lehetnek. Többi posztokon is látom azért, hogy kialakulhat egy jó verseny. Csak hát mondom, hogy a pillanatnyilag 9-en edzünk itt. A kapus poszton vagyunk szerintem, ott nagyon komoly kapacitás van. A többi helyeken az a baj, hogy igazából egy-egy ember van. Talán azt mondhatom, hogy a széleken vannak ketten, de hát tudjuk, hogy egy csapatjátékát azért a belsők eredményessége, meg annak a megfelelő variálása tudja hozni. Tehát akkor tudjuk színesíteni a repertoárunkat, mint támadásba, védekezésbe. A másik pedig hát nyilván a védekezéssel lehet valamiket nyerni, egy-egy meccset meg lehet támadással, tehát a védekezésnek a feszessége, szilárdságán dolgozunk, de most ebben csak még az egyéni és a páros, esetleg hármas kapcsolatok jelennek meg, illetve hát a mai edzésen azért négyes kapcsolatokba is már belenyitunk. A serdülők ellen, illetve az U15 ellen pontosabban már tudtunk gyakorlót játszani, mert ugye egymás közt nem tudunk étkapuzni, és jövő hét szerdán játszunk a Gárdonnyal, a Gárdon egy meccset, ott már azért többet tudok látni, az első szakasza a felkészülésnek lemegy, ahol mondom az erőgyűjtése és a taktikai repertoár kialakítása, és hát a technikai szintfelmérés történt meg. Hát remélem, hogy sikerül a következő négy hétben olyan csapatot építeni a meccseken keresztül, hogy a hazai kupa, és még tervezünk reményeink szerint két meccset és egy záró háromnapos táborral indulnánk neki a bajnoki szezonnak, és ott már látjuk ott a végén, hogy mik azok a célok, amelyekért reálisan el tudunk indulni. Ugye az ember mindig rendszert épít, tehát a rendszernek az a lényege, hogyha kiesik egy-egy elem, akkor képes a másik átvenni. Hát itt viszont az az igazság, hogy patika mérlege kell kimérni a terhelést, főleg azért, mert edzési hiányok mutatkoztak, ez nem csak az erőlétben jelenik meg, hanem a technikai, taktikai színvonalban is. Tehát nyilván elfelejteni nem lehet, de azért az a szint, a készségszint abból azért visszaesett valami. Inkább azt mondom, hogy talán azok a berögzött dolgok, azokat újra elő kell hozni, tehát amik egy picit elaludtak. Meg hát fiatal játékosokról van szó, itt még azért az még bőven van fejleszteni való is, tehát azt gondolom. Tehát ez minden edző számára nagyon komoly kihívást jelent, és azt gondolom, hogy itt mind a kondicionális munka, mind a technikai, mind a taktikai munka, tehát ennek az ötvözése, ennek az egymás barakása, egymás utánisága, tehát transferek, azok, amik tulajdonképpen, ahogy elrendezzük a dolgokat, azok nagy jelentőséggel bírnak. Ugyanilyenek természetesen, hogy milyen edzőmeccseket tudunk lekötni, mert azoknak az erőssége is azért nyilvánvaló, hogy az határozza meg igazán a csapatnak, hogy milyen forma felé halad, vagy milyen formát tud futni, és tudjuk, hogy forma nélkül nincs igazán versenyállapot, és hát reméljük, hogy a régen volt egy ilyen verseny, hogy bombaforma játéktorna, hát most reméljük, hogy mi ezt elő tudjuk adni.